példátlanul durva lépésként értékelte Valky László nemzetközi jogász azt, hogy az ügyészség kezdeményezte a külügyminisztériumnál André Gutfreund diplomáciai mentességének felfüggesztését. Valky szerint ezzel az amerikai ügyvivő nem kívánatos személyé nyilvánítását, azaz tulajdonképpen a kitiltását készítik elő. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a felfüggesztés miatt levelet küld az Egyesült Államok külügyminisztériumának. Egy ország minden jogi következmény nélkül nyilváníthat persona non grátává egy diplomatát, magyarázza Valky László nemzetközi jogász. Ez azt jelzi, hogy a magyar kormány végképp el van számva arra, hogy DAFKE lépéseket tesz az Egyesült Államokkal szemben. A DAFKE az nem egy diplomáciai kategória, és kizárólag árthat a magyar érdekeknek. Valky László szerint erre válaszul várhatóan magyar diplomatákat utasítanak majd ki az Egyesült Államokból. Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy Szemerkényi Réka, a washingtoni magyar nagyköveti poszt várományosa nem kapja majd meg az agremant, beleegyezést, ami szükséges a kinevezéséhez. A nagykövetségen dolgozó politikai beosztású diplomaták kerülnének haza, vagy válhatnának ugyancsak persona non grátává. A konzulok nem, hiszen azok többnyire magyar állampolgárok ügyes-bajos ügyeit intézik az Egyesült Államokban. A NATO-n belül azonban nehezebb lesz a két ország együttműködése, magyarázza Valky László. Azt elképzelhetetlennek tartja, hogy megszűnjön a diplomáciai kapcsolat, ugyanis az végzetes következményekkel járna. Utoljára ilyen 1942-ben fordult elő, amikor Magyarország hadat üzent az Egyesült Államoknak. A feleknek Valky László szerint tárgyalni kellene. Attól tartok, hogy az Egyesült Államok tesz valami goromba lépést. Ezt jósolja a szakértő, ha rövidesen nem rendeződik az ügy. Szerinte, ha Orbán Viktor továbbra is betart Amerikának, az Egyesült Államok ki fog szivárogtatni néhányat a birtokában lévő információk közül. Másképp látja a diplomáciai mentességi jog felfüggesztésének kérdését Tuzson Bence, a Fidesz szóvivője. Ez az ügy különösebben már a magyar-amerikai kapcsolatokat nem érinti. Először ezt a meglepő választ adta arra a kérdésre, hogyan értékeli a két ország kapcsolatát, aztán kijavította magát. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen ügy, illetve ezek az ügyek a politika terén ütközéseket jelentettek a külpolitikában. A diplomáciai mentességi jog felfüggesztésének érvényezéséről azt mondta, hogy ez egy jogi procedúra, ennek végig kell mennie. A külügyminisztériumnak ebben csupán technikai feladata van.